Milyen? Leléptettek, megállították előbb a meccset, már úgy érezte a bíró, hogy elájultam, legalábbis úgy látta, hogy folytás miatt, de rohadtul nem érzem ezt jogosnak, de azóta... És elájultál? Csak nem érzed jogosnak? Nem, nem ájultam el, igazából visszanézve még inkább jogtalannak gondolom, mivel abban a pillanatban, amikor ő közbe lépett, tehát előtte közvetlenül ütöttem, tehát aktív voltam, ezért érzem azt, hogy ez nem volt egy jó bírói döntés. Azóta tovább léptem, versenyeztem is, nyertem is meccseket, túl vagyok rajta, és készülök tovább a következőre. Hány meccsed volt azóta? Egy-kettő? Azóta egy harcosabb. Aha. Ott csak állóban mentem, nagyon jó meccsnek éreztem, nagyon kemény volt, az volt idáig szerintem a legkeményebb meccsem, de sikerült győznem extra menettel, az jó volt, és az most kicsit így fel is dobott, hogy tudok meccset nyerni, tudok kemény meccset nyerni, kemény ellenfél ellen, és legközelebb nem is akarok belemenni olyan szituációba, hogy a bíró múljon a dolog. Láttam Zsombi múltkori meccsét, igaz csak videóról, de átbeszéltük azóta a hibákat, megnéztük, mire kell jobban ráfeküdni. Utána sajnos volt egy kisebb sérülés, ami miatt ki kellett hagyni a pár hetet. Ez sajnos meg is látszott rajta eleinte, de mióta visszatért, azóta újult erővel belecsapunk a lecsóba, és visszatért teljesen. Na mi lesz szombaton? A balasz meg olyan jó időt mond hétvégére, mint az nappalra. Ez teljesen mindegy, 34 fokból nem lesz 10 fok. Nem, 15 meg 16. Ez nagyon jó ezeság. Nincsák? Ugye egy kis vér, Tomi. Tomi, bátrabban, többet, gyerünk! Te meg ne állj meg, Zsombi! Tomi, ne állj meg, jó? Gyere ki onnan, Tomi! Ez az!
Hogy érezted a bunyót, Zolikám? Hát, ennyi kiagyás után egész szarul, jobb lesz ez. Nem volt rossz pedig? Elején bemeregedjen a tércen. Utána már faszol volt, már nem érezt úgy, hogy Zolikát feszül. Az elején az még meleg volt. Ugyan a fején eldobási vége fel már nem elment a harap. Sarkadt a brevetem ott a combomba. És az fáj még mindig? Az volt a legelső, amit eltaláltam, és onnantól kezdve így annyi. Ki? Te. Nem volt nagy, csak tudod, múltkor Attila belesarkalt. Mikor sarok? Nem suktam. Nem te, ma Attila. Ja, de most az első. Nem, és utána meg te azonnal oda, azt így ugye vagy gondolom, hogy nem bemerültem. De és azt érezted végig, hogy... Na, aztán meg már itt beleszarkam. Hol találtam le a combot? De ez nem tért volt, nem? Utána ugye a végén nagyon izé elfáradtál. Elfáradtam, hogy leszartam. Miért? Leszartam. Mi érzed, miért állsz meg így bunyóba? Nem tudom megmondani, de ez csak nagykesztyűvel van. Úgy érzem, hogy nem megy ki az ütés, és nem is indítom el. De pedig egyébként nagyot ütsz. Tehát még a nagykesztyűbe is. Nem tudom, valahogy kiskesztyűvel bátrabb vagyok, érdekes. Jobban megyek előre, de érzem, én is aktívabb vagyok. Na igen, már látszott is a mai bunyón is, hogy teljesen más. Nem tudom, mi van. Már nagyon figyelgetem magam. Meg kell nézni legközelebb azt, hogy tényleg, hogy rögtön azzal kezdünk. Nagy kesztyűbe. Aha. Tehát, hogy bemelegítesz, és már arra kezdtek, sparringra. Értettem. A Romival kell menned, mert nagy dögű is. Mondjuk most 85 kiló a kardos is. De hát ő... Gyengusz. Most 89 vagyok, olyan sok néhány is köztünk. Ja. Mindegy, leblokkoltam, nem tudom szépíteni, éreztem én is, hogy nem megyek. Nem is erőltettem az itt, végső menetet. Hiányzik egyébként az, amikor ott bent voltál az ébe? Ringbe. Tehát amikor a versenyem. Hiányzik a komplett MMA-ba. Valahogy nem tudom, amennyire állóbunyós voltam, annyira nem hiányzik már az álló. De a meccs, úgy értem. A meccs abszolút, csak tényleg azzal felállás, hogy kiskesztyűbe és úgy a ringbe. Valahogy, mintha nem az enyém lenne a ringnak kesztyűbe. És most úgy érzed, visszatérsz? Szeretnék. Sőt, visszatérek. Kettrecharcos.hu Harcművészet, küzdősport, MMA.